Már igen, bátrabban, a végén. A végén kicsit jó, enged, hogy oda csúszson a cucc. Az a étel, amit te inspiráltál, ez ugye egy ilyen ázsiai, ha jól mondom? Inkább fúzió, én úgy tippelem, hogy alapjáraton ez egy táj. Táj kaja volt, viszont a feleségem így, hát a saját szájunk ízére formálta. Hogy mesélted, kislányod Szofi, ugye a fűrtojást nagyon szeret beszállni és pucolgatni. Erről is van egy chef tip, fűrtojás lesz kvázi a köret az ételben. Tehát durva, fehérjedús lesz. Így van. A végén is egy pici kesudiót fogunk rászórni a tetejére, ezt viszont meg fogjuk pörkölni. Hogy hogyan kell jó kesudiót pörkölni, erről találhatok egy chef tippet. Úgyhogy most én bedobom a sütőbe, amíg itt előkészülünk, szépen itt ilyen 160 fok környékén el fog pörkölődni, és majd a végén csak ki kell kapni. Poréhagyma, vékony kis csíkokat, az a julienne fogunk belőle vágni. Erről is van egy remek chef tippünk. Megmutassam, hogy mi az elvárás? Hogy igen, igen, jó, igen, nem, hogyha lehet. Letámasztod, és egy ilyen toló mozdulatokkal csíkokat vágsz belőle. Megpróbálom. Közben mondom, hogy addig a csirkét ilyen kisebb-nagyobb kockákra vágom, be fogom ízesíteni sóval, borssal, jöhet egy kis tojásfehérje és egy kis keményítő, és ez lesz az a roppant rajta, amit majd igyekszünk szépen összehozni. Megkímélek most a julienne vágástól, viszont hogyha ilyen kis karikákat vágsz belőle, és hogy próbálj meg vékonyat, hogy minél hamarabb tudjon átpirulni, átpárolódni, csak tényleg egy-két perc kelljen neki. Jó. Tojásfehérje a csirkére. Közben figyelek is. Az a baj a férfiaknál, én tényleg megfigyeltem magamon, hogy van ez a elmélet, hogy egy férfi csak egy dologra tud figyelni, hogy koncentrálni, a nők meg többre. Uh-huh. Én most, hogyha nézem azt, hogy akkor nem tudok szeletelni, úgyhogy... Ez csak tojásfehérje van? Ez csak tojásfehérje, és jöhet a keményítés. Azért jó, hogy csak tojásfehérje és keményítővel dolgozunk, mert önmagában a tojásfehérje sokkal ropogósabb, ha kisül, a keményítő is extrém roppanós, hogyha kisül, és a kettő együtt az egy tökéletes. Eldolgozzuk a keményítővel a tojásfehérjét. Az az a bunda, ami mindig így gondolkodni szokott. Hogy mi étterem, így van. Vajon miből készülhet? Pontosan. Kesővel is készült. Milyen jó illata van. Nagyon jó illata van. Körülbelül egy újnyi napra forgó olaj. Megvárjuk, míg fölmelegszik, és mutatom neked a lila hagymát, hogy mit csináljunk belőle. Oké. Nézzünk egy ilyen cikket. Elvágtam így ilyen szépen egy cikkben. Így. És mi lenne, ha ilyen kis lapocsát? Ez a legjobb. Ugye? Aha. Azt szeretem, amikor ilyen nagyobb darabok a... És szépen édesen majd meg fog pirulni, meg fog egy picit karamellizálódni. Na, besegítek paprikával addig. Gyömbér, fokhagyma. Fokhagyma meg a gyömbér az mindig jó. Na, sül a csirke, szépen egyesével rakosgatom bele, hogy ne tapadjon össze. Aha. És már püfed is meg. Figyelni kell, mert lemaradok. Mire elkészítesz egy fogást, én fel is szeletelek egy keresztül. Ugye lehet látni, hogy szépen ilyen aranysárga, aranybarna jellegű a csirke. Egy határozott mozdulattal. A titok. Kiderült a titok. Hogy készül? Yeah. Fú, de jól néz. Már önmagában, nem? Nagyon. Dobálod be tévézésre. Átrakom ide egy picit pihenni. Akkor egyetlen egy dolog van még. Egy kis új hagymazöld. A maradék keményítőt egy kis vízzel elkeverjük. Ó, oh, yeah. Ez igazából ennyi. Hogyha esetleg van még kedved, csak amennyit, hogy a végénre egy picit így megtörjük, csak abszolút. Ilyen rusztikban, nem kell az abszolút egészet, van kedvem, hanem egy ilyen 2-3 evőkanálnyi. Jó, forró, de jó. De forró? Bocsánat, nem éreztem. Ja, nem annyira, hogy éget. Forró. Chef, tudod, egy chef máshogy érzi a hőmérsékletet. Kezdjük a zöldséggel, hagyma és a sárgarépa szerintem. Van egy kis csilink. Én nagyon szeretem a csípőset, nem tudom, te hogy vagy vele. A feleségem az ilyen nagyon csípős, fanatikus. Én egy kicsit visszafogottabb vagyok azért, de én is nagyon szeretem a csípőset. Rakjunk bele egy pár karikát, vagy ne rakjunk? Rakjunk? Aha. Jó. Jó. Póré. Kápia. Eddig hasonlít? Egészen más, mint a... Egészen más? Aha. Azért te megreformáltad a mi receptünket elég durván, de hát ez egy... Sokkal összetettebb, meg sokkal izgébb. Ez az a mozdulat, amit mindig ilyen
teljesen elalélva nézek, tudod, a videóidon. Ez az egyik van mozdulat, úgyhogy vogba erről könnyed. Mindig álmodoztam, hogy megtanuljam. Nagyon félek most. Próbáld meg, nem tudod elmondani. De hogy kell? Biztos, hogy megpróbáljam? Biztos, rázad, és közben jön a gyömbér fokhagyma. Azaz, hogy, megy az. Mert igen, bátrabban, a végén. A végén kicsit jó, engedd, hogy oda csúszson a cucc. Aha, alakul az. Jöhet a csirke, egy az egybe, én pedig jövök a tojással. Nem, ezt így akkor... Csak úgy megfogod, jövök, segítek. Így, és akkor rá. Lehet bele, aha. Tjű! Asztal, de jól néz ki meg. Milyen illatok vannak. Icipici barna cukor. Ó, a barna cukor is mindig jó. Pici szójaszósz. Csúronási keményítő, csak hogy legyen egy icipici szaftja. Megjött a fénye. Semmi. Elkészültünk. Kis limelé. Kis bors. Raktunk szójaszósz, de azért egy icipici sót azért szerintem rakjunk. És megvagyunk. Pici új hagyma, csak így fresh-en. Kis, nem túl csípős, de ilyen kellemesen egy kis pár szem csirit így rádobok. És akkor jöhet a kis morzsolt cashew. Úgy. És hogyha még egy kis pikantériára vágyik valaki, akkor egy kis lájmocska. És akkor ezt így rá lehet szépen csavargatni. És megvagyunk. Friss koriander. Jó. Életem először csináltam meg most ezt az ételt. Tehát olyan itt élesbe. Hú, én is kíváncsi vagyok. Jó? Úristen, de finom. Sikerült a kísérlet? Ez tökéletes lett. Sikerült a kísérlet. Egészen más fogást kreáltál belőle egyébként, de úristen, isteni. További receptek, séftippek, új cuccok.